mutassak? Mutassak. Te is megfogod? Hozok kötözőt és rákötjük, jó? Szorgos kezek dolgoznak a kiszebábokon, a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési házban. Az intézményben hagyomány, hogy minden hónapban valamilyen tematikus kézműves foglalkozást szerveznek a város aprajának és nagyjának. Most a mohácsi busójáráshoz csatlakozva kiszebáb készítést és égetést tartottak, hogy ezzel bátaszéken is elűzzék a telet. Anyagdarabokból készült bábot készítettünk, kicsit ilyen népies jelleggel, kis csipkével, kendővel, házi vászonnal például, azt olyan anyagdarabokat hoztam, ami kifejezetten kartonanyag, vagy tehát, hogy ilyen népies jellegűre vettük egy kicsit most. Volt, aki két munkadarabot készített, egyet, amit hazavitt, mert túl szépnek gondolta az égetéshez, és akkor készült egy olyan, amit nem sajnáltak a tűzbe dobni. Ennek többféle hagyománya van a magyar nyelvterületen. Ugye Mohácson, illetve hát igen, Mohácson a busok ilyenkor égetnek, Húshagyókedden, illetve Székelyföldön is és a Felvidéken is többféle tél temetési hagyomány létezik. Felvidéken például bőgötemetésnek hívják, vagy dőrejárásnak van, a Kisalföldön Rába közben például bohócjárásnak, hogy ilyenkor az utolsó, a farsang utolsó három napjában járják a falut beöltözve, és hát mindenféle tréfát csinálnak hasonlóan, mint a busok, illetve a Kiszejárás ez virágvasárnaphoz tartozik, az már ugye a húsvét előtti időszak, akkor pedig felöltöztettek régen a lányok egy hasonló bábut, mindenki adott rá egy viseletdarabot, és énekszóval mentek végig a falun, és ezt a bábut vitték ki, és akkor ott akkor már nem égették, hanem beledobták a falu széli patakba. Ezzel jelképezve, hogy kivitték a rosszat és a betegséget a faluból, visszafelé pedig zöld ágakkal érkeztek, amivel behozták a tavaszt. Ezen a vidéken azonban az égetés a jellemző. A megrakott mágiára a művelődési ház dolgozói által készített Julcsa nevű kiszebáb is felkerült. A rakás meggyújtása után tavas csalogató dalokat énekeltek a jelenlévők, ezzel hívták a jó időt. Tavaszi szél, vízet áraszt, virágom, virágom. Aztán a gyerekek is tűzre dobták saját készítésű kiszebábjaikat. Meggyulladt a fejem! A fejem még ott látom! Na már én is beledobom az enyémet! Dobjátok! Jöjjön a tavasz! Vesszen a tél! Általában Béda Anita tartja ezeket a kézműves foglalkozásokat a művelődési házban. Azt mondja, gyermekkora óta része az életének az alkotás. Minden életszakaszomban csináltam valamit, mindig mást, mindig új hobbit találtam ki. Nekem ez hozzátartozik a mindennapjaimhoz, engem ez kapcsol ki, ez tölt fel. Én nagyon szeretek a gyerekekkel is foglalkozni. Az óvodában is rengeteget barkácsolunk, alkotunk velük. Nagyon sok fejlesztő hatása is van a gyerekekre. Finomodik a kezük, a finomotorikájuk fejlődik ezáltal. A képzeletük, a kreativitásuk, ez ilyen komplexen fejleszt mindent. Ezen kívül fontosnak tartja azt is, hogy ne csak a kézügyességük és a kreativitásuk fejlődjön ezáltal a gyerekeknek, hanem a hagyományokat is megismerjék. Én azt hiszem és azt vallom, hogy a hagyományok keretet adnak az ember életének, és teljesen eltávolodtunk ezektől a hagyományoktól, és az lenne a jó, hogyha visszakaphatnánk, visszatanulhatnánk ezeket, mert akkor meg lenne az a fogockodója az emberi életnek, ami átsegítene a mindennapokon.